Már nyitás előtt sorakoztak a boltok előtt a 65 évnél idősebbek. Országos szinten több mint 3100 kijelölt önkiszolgáló és üzlet várta az időseket hajnali 4 és reggel 7 óra között. Az említett korosztályra egyébként teljes kijárási tilalom van érvényben, ugyanis ők a koronavírus járvány legveszélyeztetettebb csoportja. Akik másképpen nem tudják megoldani a vásárlást, azok minden vasárnap ebben az időszakban ezt megtehetik. Áruhiány nincs az üzletekben, az idős polgárok mindent megvehettek, amire szükségük volt, mondta el Mira Angelic, Belgrád Karaburma városrésze egyik önkiszolgálójának üzletvezetője. Robe ima sasvim dovoljno, nema potrebe za panike, najviše se kupuje brašno, ulje, kvasac, mleko i dosta se kupuje i smrznuta roba. Hozzátette, az üzlet előtt a rendőrség felügyelte a szépkorú vásárlók belépését, és maszkokat adtak azoknak, akiknél nem volt. A legtöbben lisztet vettek. Azt tanácsolta azoknak, akik majd a jövő vasárnap mennek bevásárolni, hogy készítsenek egy listát, amire felírják, mit kell venniük, így gyorsabban elvégzik a vásárlást, és többen sorra kerülnek reggel 4 és 7 óra között. A szabadkai Oswald Dóra életének 73. évét tapossa, ő is elment ma hajnalban megvenni a következő egy hétre szükséges dolgokat. Maszkok, kesztyűk viselve voltak. Nyitáskor ötösével lehetett belépni. Volt, aki nagyban, kerekes, utánvonszolóval, vagy csak szatyorban vásárolt. Főleg gyümölcsöt, főzelékfélét, húsokat, vagy tartós élelmiszereket. Ezek fogytak. Az elárusítók kedvesen, türelmesen útbaigazítottak, vagy kisegítettek minket, időseket. Köszönet nekik érte. Azoknak a 65 év felettieknek, akiknek vasárnap hajnalban nem sikerült bevásárolniuk, továbbra is segítenek az önkéntesek.